Sziasztok, Ikata vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai videóban hoztam nektek pár új terméket a kollekciómban, amit szeretnék nektek bemutatni. Ha ez érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Van itt nekem pár darab termék, ami új a kollekciómban, kivéve egyet, ami újravevős, úgyhogy azt leszámítva mindegyik termék új a kollekciómban, még nem használtam ezelőtt sosem ezeket a termékeket, és már régóta rajta voltak a listámon, ezért beszereztem őket, plusz egyet vettem még külön, egy korábbi alkalommal. Az első termék, amit vettem, az nem lenne más, mint a NYX Professional Makeup-tól a Glitter Primert, ami így néz ki, ilyen holografikus a csomagolása, száraz porállagú glitter alá szemhéjra feltapogatva nagyon szépen a helyén tartja a glittert, valamint a porállagú szemhéjfestékeket, a fényes szemhéjfesték alá is lehet használni, valamint glitter eyelinerként, kreatív sminkekhez esetleg fel lehet használni, fantáziás sminkekhez, vagy rúzsra rá topperként glittert felültetve nagyon jól jöhet. Már nagyon-nagyon régóta szemeztem vele, nagyon sok mindenkinél láttam, és bevált, nagyon népszerű termék, úgyhogy arra gondoltam, hogy beszerzem én is, és most meg is tettem. Ha kibontom a csomagolásból, akkor ilyen kis tubusos kiszerelés. Szintén ilyen holografikus a csomagolása, és ilyen kis kinyomós kiszerelés. Nagyon-nagyon sok oldalú kis termék, úgyhogy ennek a terméknek egy külön videót fogok szánni, és szeretném letesztelni az összes féle módot, amire fel lehet használni, tényleg szemre, szájra, eyelinerként, mindenhez szeretném majd letesztelni, úgyhogy ezzel majd jön egy külön videó, hogy hogyan is fog szerepelni, és hogyan is fog remekelni. Ő lett volna az egyik termék, amit mostanában szereztem be. Egyébként 8 pontért lehet beszerezni ezt a glitter primert a drogériából, Superdrugból beszerezhető. A következő termékek, amit a 3-at veszel 2 áráért akción belül vettem, az első azok közül a Collection márkától beszereztem ezt a Multi-Use Illuminator Primer, Collection márka Filter Finish Complexion, szóval ez egy ragyogást fokozó primer, úgyhogy ezt is tesztelni fogjuk most a videóban. Ez lesz az első termék, amit fel fogok applikálni az arcomra, és kipróbálom, hogy milyen is, még nem próbáltam ki. Ez egyébként a Fair Medium 2-es árnyalat. Üveg a kiszerelése, műanyag a kupakja, 30 ml-s kiszerelés, akkora, mint egy alapozó, és ha kibontjuk, akkor egy ilyen kis duci vaskos ilyen applikátora van. Ide le is szvacsolom nektek. Ide kiszvacsoltam nektek, egy nagyon-nagyon szép fénye van, és van egy minimális alapszíne. Remélem átadja a kamera, és hogyha eldolgozom, csak a fény marad meg. Nem egy ragacsos termék egyébként, és úgy látom, hogy egy nagyon-nagyon szép fényt biztosít a bőrömnek. Egy nagyon-nagyon jó kis termék lesz ez. Szerintem jól fog működni primerként is, de nézzük is, milyen felaplikálva.
ma már volt rajtam egyszer smink, mert dolgozni voltam, de azt szépen leszedtem, és újra hidratáltam az arcomat, úgyhogy használhatom is rá a primert. Ecsettel fogom felaplikálni ezt a primert, és ezt a Be Perfect Stacy Mary 103-as ecsetét fogom használni erre. Csak ide kiteszek a készfejemre belőle. Egyébként, amikor bementem a boltba, és megnéztem ezeket a termékeket, az 1-es és a 2-es árnyalatokon nem volt védőfólia, csak a 3-as árnyalatokon, és oda is hívtam egy eladót megkérdezni, hogy esetleg lenne ezekből olyan, ami le van fóliázva, mert hogy a 3-as árnyalatokon azon végig volt fólia volt. Azt mondta, hogy hát ezek így jöttek, de kibontotta a terméket, az egyiket, hogy ezek nem voltak használva egyáltalán, új termékek. Ja, mondom, jó, oké. Mondom, jó, rendben, hát nem tudtam mit csinálni, hittem az eladónéninek, úgyhogy vettem belőle egyet. Reméljük, hogy tényleg nem használták előtte. Ez egy kicsit érdekes volt a számomra, de mindegy. Akkor felviszem ezt a, itt van az ecseten a termék, és akkor fel is viszem. Az arcom közepétől fogok haladni. Hú, nagyon szép fényt ad a bőrnek egyébként, már most látni. Nem tudom, hogy mennyi terméket szabad ebből felvinni. Hát viszek fel mindenhova, egységesen. Annyira finom és annyira puha ez az ecset. Nagyon jó. Nos, kellőképpen ragyogok, ha megnézitek, teljesen fénylik a bőröm, nagyon szépen átadja ezt a ragyogást. Nos, hát felvittem a primert, és nagyon-nagyon fényesítette a bőrömet, ha megnézitek, nagyon szépen átadja ezt a ragyogást. És azt mondja, hogy nem csak ragyogás, de minimálisan egységesíti a bőrt is. Megnézzük majd, hogy mutat rajta az alapozó. De egyébként nem ragad, szóval nincsen ragacsos érzete egyáltalán. Nem nehéz, nem érzem, hogy rajtam lenne egy könnyed formula. És nagyon-nagyon szép ragyogást ad az arcbőrnek. Úgyhogy egyelőre ez a kis termék, ez így elég pozitív, és elég szépen működik. Így első felvitelre elég kényelmes, nem ragacsos, tényleg elég könnyed, szóval nem érzed, hogy az arcodon lenne. Tényleg egy nagyon-nagyon szép fényt ad a bőrödnek, úgyhogy egyelőre hozza azt, amit vártam tőle. Nem túl sok terméket vesz fel az adagoló, az applikátor, úgyhogy szerintem ezzel is szépen fel lehet vinni az arcra. Én szeretem először a kézfejemre kitenni a terméket, mert ha esetleg nem válik be, akkor még el tudom adni, és akkor a helyébe tudok valami mást venni. Így elsőre meg vagyok ezzel a kis termékkel elégedve. Collection márka, drogériából, Superdrugból beszerezhető, és az ára 7 font, úgyhogy nem egy drága termék, elérhető áron van, úgyhogy eddig teljesen jó. Nézzük is a következő terméket, ami nem lenne más, mint egy alapozó. Az alapozó az a L'Oréal-nak az Infallible alapozója, amiről még a csomagolást se vettem le. Ez a 125-ös Natural Beige árnyalat, Infallible 32 órás Fresh Wear alapozója.
rendesen le volt fóliával zárva, plusz még ez a kis címke rajta, az is lezárja a kupakot. 30 millis kiszerelés és felbontás utántól 12 hónapon belül érdemes felhasználni. Üvegtégely és műanyag a teteje, valamint pumpás kiszerelés. És azt mondja, hogy 25 faktoros fényvédőt, valamint C-vitamint is tartalmaz ez az alapozó. Ezt is kiszvacsolom nektek. Nos, mielőtt szvacsolnám, letakarítottam a primert a kezemről, hogy ne zavarjon be a szvacsolásnál. És akkor csak egy nyomást kinyomok, és elég szép az árnyalata. Úgy látom, hogy elég jót választottam. Egyébként nem volt mindegyik árnyalatból minta kitéve, úgyhogy úgy tudtam kiválasztani, hogy mondjuk volt a 140-esből minta, volt a 130-as, meg 125-ös, és akkor a 125-öst néztem még oda a kezemhez, a bőrömhez, a bőröm színéhez, és így esett rá a választás. Egyébként egy folyékony alapozó és elég folyós, ha megnézitek már, ez az egy fél pumpányi adag is elfolyt, és ilyen az árnyalat, ez a 125-ös árnyalat, és ha eldolgozom, így néz ki. Jó, és akkor fel is fogom applikálni a bőrömre, hogy milyen. Reméljük nem fog nagyon elütni. Kinyomok ide most. Ez volt egy teljes pumpányi. Először ennyit nyomok ki, és a Be Perfect-es Stacy Mary szivacsot fogom használni most, hogy felviszem az alapozót. Még nem használtam, és ezt is szeretném letesztelni, úgyhogy itt a remek alkalom most rá. Beletapogatom az alapozóba szivacsot, és akkor csak felviszem, elkezdem felvinni az arcomra. Egy pumpányi nem elég, úgyhogy biztos, hogy kell lesz még nyomnom. Egyébként benedvesítettem a szivacsot, úgy viszem fel az alapozót. De egyébként nagyon szép. Még nem próbáltam sose ezt az alapozót, és nagyon szépnek tűnik. A L'Oreal True Match-et használtam, és az nagyon-nagyon-nagyon tetszett az alapozó. És úgy látom, hogy ez is nagyon szép lesz. Nyomok ki még belőle. Most hát lealapoztam a fél arcomat. A szivacsnak a használata egyébként elég jó, kellemes, nem túl kemény, de nem is az a nagyon-nagyon puha. Úgyhogy egész kellemes a használata, bár én nagyon ritkán használok egyébként szivacsot, mert én ecsetpárti vagyok, én az ecseteket szeretem használni, de egyébként nem rossz kis szivacs, nagyon jól eldolgozza az alapozót, kellemes a használata, és ha megnézitek, ez a lealapozott arcfelem, ez pedig a nem. Úgyhogy szerintem látni a különbséget, hogy nagyon-nagyon szép
és egységesíteszi az arcot, az arcbőrt, ez az alapozó. Én szerintem egész jól eltaláltam az árnyalatot is. Szerintem ennek az alapozónak is van egy minimális fénye, úgyhogy most nagyon ragyogni fogok, de befejezem az arcom másik részét és jövök vissza. Rendben, visszatértem, lealapoztam az egész arcomat, és azt kell, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon kényelmes alapozó egyébként. Egyáltalán nem érzed, hogy a bőrödön ülne, és nagyon szép a fedése is. Így egy rétegben, ahogy az látszik is, azért az erősebb pigmentfoltokat átengedi a bőrhibáknál, de egyébként nagyon-nagyon szépen terül, nem foltos, szépen el lehet dolgozni, könnyű vele dolgozni, nagyon szépen terül az arcon. Úgyhogy igen, egy kellemes alapozónak gondolom. Lehet építgetni, szóval még nyomtam picit, rádolgoztam az arcomra, és teljesen szépen lehet rétegezni. Nem látom, hogy beülne a ráncokba, úgyhogy egyelőre teljesen pozitívan állok ehhez az alapozóhoz. Aztán majd tesztelnem kell, hogy mondjuk egész nap, egy egész napos viselést, hogy bír, hogy viselkedik, hogyha egész nap rajtam van, de egyébként szép, nagyon szép. Nem csalódtam egyáltalán, valamint a L'Oréal-os alapozók azért nagyon, nagyon jók, szerintem jó minőségűek a L'Oréal-os alapozók, mind az Infallible, mind pedig a True Match vonal. Sok jót hallottam az Infallible alapozókról is. A szivacsal is meg vagyok elégedve, jó a tapintása, jó a fogása, nem kemény, elég puha, szépen lehet vele dolgozni, keménységre nem pattan le az arcodról, nem olyan kemény, szóval teljesen jó az állaga, szerintem, úgyhogy nem egy rossz kis szivacs, bár mondom, én inkább ecsetpárti vagyok. A következő termék, amit beszereztem, és kettőt is szereztem be, belőle, mind a kettő egy márka, a Maybelline-től szereztem be kettő darab korrektort. Az egyik az a Fit Me, nagyon-nagyon szeretem ezt a korrektort, újravevős darab, én a 20-as árnyalatot szoktam beszerezni, és én ezt gyakran használom az egész arcomra, mint alapozó, úgyhogy alapozóként is, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, visszatérő darab a kollekciómba. Róla csak így ennyit, nagy általánosságban ennyit akartam mutatni, egyébként ilyen az applikátora, őt is kiszvacsolom azért nektek, itt van a kezemen, ilyen az árnyalata, és egy nagyon könnyed, kis lágy korrektor, nagyon szépen mutat a bőrön, nem egy nehéz termék, én nagyon-nagyon szeretem használni, egyébként 6,8 millilitert tartalmaz, és felbontás utántól 6 hónapon belül érdemes felhasználni. 20-as szent árnyalat, én ebbe szoktam beszerezni, és nagyon-nagyon szeretem ezt a kis korrektort használni, de most nem ezt fogom, nem őt fogom felvinni, hanem a másik korrektor, amit beszereztem, az a Super Stay Active Wear korrektor, szintén 20-as árnyalat, és őt fogom most kipróbálni ebben a videóban. Teljesen, egyébként teljesen le van fóliázva ő is. Ilyen lenne a csomagolása. És a 20-as árnyalat. Nézzük akkor, hogy milyen az applikátora. Ilyen, teljesen más.
Elég kis vékony, lapos applikátora van. És akkor, ha ide kiszvacsolom, akkor így néz ki. Ez a Fit Me, és ez pedig az Activewear. Őt fogom ma használni a videóban. Őt fogom felapplikálni ide a szemem alá, csak szépen. Nem a legvilágosabb, én nem szeretem a nagyon-nagyon világos korrektorokat, egyébként a szemem alá se. Jobban szeretem, ha beleolvad az alapozómba a korrektor. Ide is teszünk egy kicsit. A száj környékére. Oké, és a korrektorozáshoz a Be Perfect Stacy Miri 409-es ilyen lapos fejű concealer ecsetét fogom használni. Ezzel fogom csak itt szépen eldolgozni. Szép a fedése. Többihez pedig a szivacsot fogom használni. Nagyon szépen terül, nagyon szépen össze lehetett dolgozni az alapozóban, sokkal krémesebb, mint a Fit Me korrektor, és kicsit gyorsabban is szárad, szóval nem szabad túl sokáig hagyni a bőrön, hogy ott üljön, mert oda fog kötni, nehezebb eldolgozni. Könnyed formulája van, nem egy nehéz, sűrű korrektor, de krémesebb, mint a Fit Me. A Fit Me azért ennél egy lágyabb, lájtosabb formula, és ez az Activewear viszont egy krémesebb korrektor. Még viszek fel belőle egy picit. Csak szivacsal fogom eldolgozni. Szóval így első benyomásra tetszik ez a korrektor nekem. Egyáltalán nem nehéz, és nem ül be a ráncokba így eldolgozás után se. Szép korrektor, könnyed, kellemes az állaga, és könnyen eldolgozható, annyi, hogy nem szabad túl sokáig hagyni, pihentetni az arcodon, mert oda köt, és nehezebb lesz eldolgozni, de nem olyan nehéz, mint például a Collection concealeremet, ami egy sokkal sűrűbb és sokkal gyorsabban száradó formula. Ez annál egy kicsit lájtosabb, de ezt sem szabad sokáig hagyni ülni, ezt is jobb rögtön eldolgozni. Nem egy rossz termék, de még majd próbálgatnom kell lesz, hogy viselkedik egy egész napos viselés során. De egyébként így első benyomásra nincs vele problémám. A következő termék, amit újdonságként szereztem be, az nem lesz más, mint egy szempillaspirál. Kamerán kívül haladok a sminkemmel, és visszatérek a szempillaspirálozásnál, úgyhogy megcsinálom a sminkem többi részét, és jövök vissza. Rendben, visszatértem, lepudereztem az arcomat a Rimmel Stay Matte púderrel.
szemöldökömre a CNS Lidlis Brow Perfect kis pomádiát használtam. Szemhéjbázisként használtam a Be Perfect Perfect Prime Eye Primerét. Palettának, szemhéjfestének pedig a Maybelline Nudes of New York palettáját használtam, és annyit használtam belőle, hogy ezt a krémes, világos színt vittem fel az egész szemhéjamra, ezt a kicsit szürkés, kicsit zöldes, barna, világos barna árnyalatot vittem fel a mélyítő vonalba, és felépítettem a színt, valamint elsatíroztam, és highlighternek pedig ezt a színt használtam a belső szemzugba, valamint a szemöldök csontra, szóval, ja, valamint eyelinernek használtam ezt a sötét színt, szóval ennyi a szemsminkem. Szóval nézzük is a következő terméket, hogy mit szereztem be. Szintén a Maybelline márkától egy szempillaspirált, ami nem lenne más, mint az új, de kolosszál szempillaspirálja. Így néz ki. Ez is le van rendesen fóliázva, úgyhogy most ki is bontom. Így nézne ki, egy fehér, sárga csomagolást kapott ez a termék. És azt mondja, hogy ez a 01-es Very Black árnyalat. És nézzük is akkor, hogy milyen a keféje. Ilyen keféje van, enyhén ívelt, és a vége fele egy minimálisan kicsit elkeskenyedik. Egyébként nagyon szépen veszi fel a terméket, nincs rajta, nincs a végén nagyon sok termék, szóval megfelelő mennyiséget vesz fel. Nézzük is, hogy remekel ez a szempillaspirál. Rendben, szóval erre a szememre felvittem. Így néz ki a két oldal. Ezen az oldalon még nincs, ezen az oldalon pedig már fent van. Szépen szétválasztja a pillákat. Nem visz fel túl sok terméket a szempilláimra, nem csomósította el a szempilláimat, és szép fekete tényleg, úgyhogy igen, nem rossz. Szép kis szempillákat csinál szerintem. Rendben, felvittem mind a két szememre a szempillaspirált, így néznek ki. Nagyon szép pillákat csinál. Ezzel a szempillaspirállal egy kicsit meg tudod emelni, kicsit ívelni, és egy picit nekem olyan hatása van a szempilláimon, mint amikor tincses műszempillákat teszek fel, de egy picit olyan a hatása így a szempilláimnak ezzel a szempillaspirállal. Nekem tetszik, egyébként bejön. Nem az a nagyon drámai hatás, de így is szép, és szerintem látszik az eredmény. És a kefe egyébként, azt nézem, hogy kicsit spirálos, kicsit ívelt, és picit elkeskenyedik a vége fele, és egyáltalán nem vesz fel a kefe túl sok terméket, úgyhogy nagyon szépen lehet vele dolgozni. Nagyon szépen lehet a festéket felaplikálni a szempilláidra, úgyhogy
meg vagyok vele elégedve, tetszik ez a szempillaspirál, örülök neki. Szerintem nagyon jó, és mindjárt mondom az árát, hogy mennyiért érhető el. Maybelline-es márka, drogériában, Superdrugban elérhető, 11 font a teljes ára. Már nekem nagyon-nagyon bejönnek a Maybelline-es szempillaspirálok, és szerintem ebben sem fogok csalódni, de ugyanúgy ezt is tesztelnem kell egy egész napon keresztül, hogy lássam majd, hogy milyen tényleg, hogy tart egész nap, de így elsőre felaplikálva teljesen meg vagyok vele elégedve, hozza azt a minőséget, mint a Sensational és a korábbi társai, úgyhogy igen, kipróbáltam már jó pár Maybelline-es szempillaspirált, és szerintem ez is nagyon jó lesz. Jó, amit elfelejtettem mondani, a L'Oréal alapozó, szintén drogériás márka, Superdrugban beszerezhető, teljes áron 12 fontért érhető el. Ezt még szerettem volna pótolni, és akkor megyek tovább a sminkemmel, és majd visszatérek az utolsó termékkel a videóban. Rendben, szóval újra visszatértem, folytattam a sminkem többi részét. Bronzosítónak, az Avonnak, ezt a bronzosítóját használtam, ez a Precious Earth árnyalat, Bronzing Powder, ez a Deep Tan árnyalat, így néz ki. Egyébként azt hittem, hogy nagyon sötét lesz az én bőrszínemhez, de egyébként, ha óvatosan viszed fel, akkor pont jó. Kicsit be kell indulnia ennek a terméknek, azt vettem észre, hogy eleinte nagyon sokszor kellett az ecsetet belemártanom, hogy elérjem a megfelelő intenzitást, de utána már egész jól beindult a termék, és szépen fel tudtam applikálni, szépen lehet építgetni, tartós is, és nagyon szépen terül az alapozón. Pirosítónak, ez Butanic Beauty-tól használtam ezt a pirosítót Pink Freesia árnyalatban, így néz ki. Egy ilyen barackosabb árnyalat. A számra egy hús színű szájceruzát használtam, valamint az Avon True-nak ezt a rózsaszín szájfényét, ami az Iced Pink nevet kapta. Őket viselem a számon. És akkor jöhet a záró termék. Az utolsó termék, amit mostanában szereztem be, ami nem lenne más, mint az Elf Cosmetics-től egy Baked Highlighter, a Moonlight Pearls árnyalat. És egyébként ez egy cruelty-free és vegán formula, és azt mondja, hogy felbontás utántól 12 hónapon belül érdemes felhasználni. Így néz ki a termék maga, csomagoláson kívül. Egyébként egy nagyobb kiszerelésnek gondoltam, így képeken keresztül. Amikor megláttam a boltban, akkor meglepődtem rajta, hogy ilyen kicsike kis kiszerelés, de egyébként ez is bőven elég. Bőven elég terméket tartalmaz. Már régóta a listámon volt, hogy ezt a highlightert szeretném beszerezni, és most itt van, beszereztem, szerintem egy nagyon szép árnyalat lesz, de akkor swatcholjuk is meg, hogy milyen. Ó, igen, nagyon-nagyon szép. Íme, ő lenne az. Nagyon-nagyon szép a fénye. Egy ilyen gyönyörűségesen szép kis pezsgő szín. Nagyon szép a fénye, úgyhogy ezt most mindjárt fel is applikálom. Veszek hozzá egy ilyen nagyobb fejű pufi ecsetet. Ez a Be Perfect Stacy Mary 101-es ecsete. Felveszem a terméket. Ó,
nagyon pigmentált, rögtön ott van, nagyon fénylik, gyönyörű a fénye. Wow. Nagyon-nagyon szép a fénye, tényleg. Ez brutál, ez a highlighter, gyerekek. Ez nagyon, ez valami... Wow. Nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz a fénye. Igen, fel lehet ezt finomabban is vinni egyébként. Csak a másik oldallal megszaladtam egy picit. De... Nagyon-nagyon szép a fénye. Hát, ez nagyon tetszik. Jól van, akkor az összes termék közül talán a highlighter tetszik a legjobban. Jó van. Nagyon-nagyon szép, nagyon brutál a fénye. Le a kalappal. Nagyon-nagyon szép ez a highlighter, nem gondoltam volna, hogy ilyen szép lesz. Azt hittem, hogy fel kell ezt építgetni, hogy majd kinyerjem a fényt, meg a színt belőle, de nem. Igen, itt is a tartóságra leszek majd kíváncsi, hogy egész nap hogy fog tartani majd. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Most ez így egy ilyen meglepetés volt nekem. Kellően pigmentált, nagyon szép a fénye, szép, egységes, nem darabos egyáltalán, nem porzik, úgyhogy nagyon-nagyon szép. Úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Valamint ez a highlighter is ugyanúgy drogériában, Superdrugban elérhető, és eredeti áron 5 fontért szerezhető be, de most, hogy ránéztem, most le van értékelve 3 fontra. És ez lett volna az utolsó termék, amit mostanában szereztem be. Remélem, hogy tetszett nektek így elsőre kipróbálni együtt ezeket a termékeket. Nagyon-nagyon tetszik az alapozó, a szempillaspirál, valamint a highlighter. Nagyon-nagyon-nagyon jó kis termékek. A primer is tetszett, kényelmes, most így egy kis idő után már tudom mondani, hogy kényelmes, nem érzem se a primert, se az alapozót, hogy az arcomon lenne, hogy húzna, rászáradt volna az arcomra, vagy nehézkes lenne, szóval nagyon-nagyon jó kis termékek. Szerintem jó kis termékeket választottam, mert nagyon-nagyon régóta rajta voltak a listámon, úgyhogy ezt a pár terméket szerettem volna beszerezni már nagyon. Nem csalódtam egyikbe se, nagyon örülök neki. Kellemes kis első benyomás volt mindegyik termék részéről. Majd még a glitter primert fogom nektek külön tesztelni egy külön videóban, mert ott szeretném majd különböző módon kipróbálni. Arra külön videót szánok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó, és tudtam némi rálátást nyújtani nektek a termékekre. Ha tetszett a videó, akkor kérlek szépen lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!